legszexibb projektjét jelölik meg, bocsánat. Timex kameráiról fog beszélni, a Raspberry Pi, ami mindenkinek szárad egy, és nem használja semmire. Ő most majd elmondja, hogy miért kéne elővennetek a fiókból. Úgyhogy gyere, adok egy mikrofont. Köszönöm. Valóban, jó, és oda leragasztottunk egy cuccot, hallgatom, mert szárt az a mikrofon közel, ilyen. Igen, ez jó? Tökéletes. Sziasztok, Szántai István vagyok, és ma arról fogok beszélni, hogy én mit kezdtem a Raspberry Pi-ommal, ellentétben veletek. Én egy timelapse videókamerát építettem belőle, ami hordozható is. Így néz ki. Remélem sokan felismerik, hogy ez egy ételdobozban van beleépítve. Ennek megvan az egyszerű oka, ami ki fog derülni. Először azt szeretném elmesélni, hogy mivel kezdtem, többek között miket csináltam a Raspberry-ből, és hogy mik nem váltak be. Először csináltam belőle egy file szervert, ami igazából arra a sorsa jutott, hogy sose használtam, úgyhogy végül is leformáztam az SD kártyát, és tettem rá egy másik op-rendszert. Utána internetrádiót próbáltam bele csinálni, de végül is sokkal több veszültséggel járt, mint haszonnal, mivel manapság ez desktopon, laptopon, mobilon, sőt, még van ilyen külön kis internetes rádió, ami wifi fogja a rádiókat, azokon is működik. Úgyhogy ez is kuka. Végül. Csináltam belőle egy OpenTTD szervert, nem tudom, hogy ismeritek azt a játékot, Open Transport Icon. Király. Azt csak kísérleti erővel csináltam, hogy megnézem, mit bír a Raspberry Pi, és egészen jól bírta, igazából a legkisebb mapen, sok járművel 100%-on futott a CPU, de azért megbírkozott a dologgal. Utána a következő ötletem egy LaTeX fordító szerver volt, azért, mert sokan vannak LaTeX-esek a barátaim között, akiknek jó lenne egy közös környezet, ami nem nagyon változik, csak akkor, hogyha mindannyian beleegyezünk. Amiben lehet úgy fordítani, hogy tudják, hogy mire számítsanak. Na, ez a LaTeX fordítószerver úgy jött ki a végére, hogy egy 250-es oldalas dokumentumot, amit egy Core 2-es gép 2,5 perc alatt fordított le, ez 35 perc alatt csinált meg. Úgyhogy nem igazán lett vele, nem lett belőle semmi. Nyáron nekiláttam egy távirányítású kis autót építeni. Ráköltöttem vagy 30 000 forintot, mert vettem egy második Raspberry Pi-t. És néhány motort, elemeket, motorvezérlő IC-t. És igazából szarul írtam meg a kódot, amire később jöttem rá. Ezért nem lett, többek között ezért is nem lett túlságosan gyors a válasz ideje. Ezek után jött a hordozható kamera, eldöntöttem, hogy valamivel kisebb fára vágom a fejszémet, és ez be is jött. És hogy mi motivált végül is, amikor a távirányítású kis autót csináltam, akkor már valami tényleg valami kézzel foghatót akartam építeni. És amikor az nem jött össze, akkor mivel kijött a hozzávaló kameramodul, a Raspberry-hez való kameramodul, gondoltam, hogy csinálok egy ilyet. Mert tudtam, hogy lesz benne ilyen feature, mert olvastam róla, mert nagyon utána jártam. És hát így néz ki. Ez az ételdoboznak a teteje, ami az én szerkezetemnek az alja. Azért lakik ételdobozban ez az egész kamera, mert az ételdoboz le lehet zárni hermetikusan, úgyhogy ha esik az eső, akkor is ki lehet vele járni fotózni. Sőt, az mondjuk tök jó, amikor esőbe fotóz az ember, és az autók lámpája összetükröződik az aszfaltról. Az nagyon menő néz ki. És az egészben az egyik pláne, hogy a Raspberry Pi-t a GPIO portokon keresztül táplálom. Igazából ez nem nagyon lenne szabad, és állítólag az sem nagyon lenne szabad, hogy a ceruzelmeket párhuzamosan kötöm. De miután olvastam a neten, gondoltam, hogy megkockáztatom. És miután rákötöttem a cuccot, és nem égett el, örültem. Na, hogy mennyibe került nekem ez a kamera? Hát elég sok van, mivel ez nem az első doboz, ami hozzá készült, és már több Raspberry Pi-om is van. Miből áll? Van már egy Raspberry Pi, van a hozzá tartozó kamera modul, amikor nekem összesen 4 darab van, mert van 2 sima, és 2, amivel nincsen infrafilter, ez a Pi, no IR, vagy no IR.
van egy kicsi wifi USB adapter, ami atok, nem atok, access pointként üzemelteti a Raspberry Pi-t, amire SSH lehet majd rácsatlakozni, mindegy. Van benne ugye a standard SD kártya, amiből minél gyorsabbat jobb beszerezni, annál jobb. Ez egy 32 GB-es Class 10-es SD kártya, nem a legdrágább, de így sem volt olcsó. Van a két elemtartó, kapcsoló, stb. És persze van benne 8 elem, amiből nekem 2x80, hogy ha lemerül, akkor legyen minden, ami 8 darab. És még van néhány pótkábel az egészhez. Igen. És az ételdoboz, ami nagyon-nagyon fontos. De azt mindenképp, hogyha ételdobozból akartok építeni valamit, akkor azt nagyon le kell tesztelni, hogy kijön-e belőle a víz, belemegy-e a víz. Ez elég fontos. A doboz kívülről fehérre van festve, hogy a sugarait visszaverje belőle a fekete, hogy a Raspberry Pi ledjei ne zavarjanak be a kamerával. A doboz elején van egy lyuk, hogy kilásson a kamera. Nem tudom, hogy mennyire látszik, remélem látszik. Ide egy használt UV szűrő van betéve, azért használt, hogy olcsó legyen. Úgyhogy azt is meg lehet venni jó helyeken. A költségekben nem számoltam bele a fényképezőgép elvánt, és minden olyan alkatrészt, amit otthon találtam. Fadarabokat, a laminált padlódarabot, ami igazából úgy van belefaragva a fényképezőgép elvánt a tetejébe. Se a forrasztófelkát, ON, stb. És így jött ki minimális számítása 28 000 forint. Egyébként én már 55 000 lap fölött járok, tehát ez elég jó. Röviden többen annyit, hogy a Raspberry-re SSH lehet bejelentkezni, és shell-scriptekkel történik az összes vezérlés. A képeket pedig FFmpeg-vel és ImageMagick-kel dolgozom fel, de azokat már nem a Raspberry-n csinálom, mert az napokig tartanak. Azt hiszem, így is órákig tart egy kórikátes képen. Köszönöm, hogy meghívtatok. Megtiszteltetek. Most csak bekapcsoltam. Akkor nem kell mosolyogni. Nem, igazából nincs benne semmi. Még egy így az előadáson kívül. Most a hétvégén még ráköltöttem néhány ezer forintot, mert most már a kameramodult, on the fly lehet, on the fly. Úgy lehet cserélni, hogy az ember kipattintja a helyéről, persze kikapcsolt állapotban, és bepattintja mondjuk az infrafilter miatt a helyére. És persze beköti a kábelt, úgyhogy ez megint egy pár ezer forint volt. Amit itt láttok, az néhány felvétel, amit hát a nyártól kezdve csináltam. Most az őszig és most a télen is fogom majd folytatni. Egyelőre a hóesésre várok, van egy nagyon jó helyem, ahol szeretném, hogyha esne a hó. Igen, itt volt egy kérdés valahol erről. Hát az egyik kérdés az, hogy tudsz-e mutatni valamit, hogy vele készül, de... Igen. Ez például a gyermekvasúton van föltéve. Gyerekeket hurtunk ki azért a kisvasút hátulján, hogy bekülteni oda az állványt. Ez eléggé undorító és mocsok dolog, de hát ez van, ezt kell szeretni. De egyébként tök rendesek voltak, és megengedték nekik az állványt. És azt akartam még megkérdezni, hogy a kamera, hogy mennyire tudod, mondjuk, hogyha változnak a fényviszonyok, akkor azokat valahogy tudod vezérelni a szoftverből, hogy... Nem igazán. Az a helyzet, hogy a gyári Raspi Steel alkalmazással csinálom a képeket. És ezzel a nyáron elég sokat kísérleteztem, hogy milyen beállítások a legjobbak. És arra jöttem rá, kb. 10.000 kép előrése után, hogy beállítom, hogy csinálja mindenféle beállítást nélkül úgy, ahogy van, és utána próbálok meg rajta állítani. Mert az igazság, hogy fényes nappal sikerült olyan sötét képeket lőni, mint hogyha éjszaka lett volna, a teljesen standard beállításokkal. Úgy, hogy kommandlányból adtam meg őket. Itt nem értem. Próbáltam belenézni a kódba, igazából, amit fenn van a GitHub-on, de végül nem volt hozzá kedvem, hogy nem csináltam tovább. Valaki még esetleg? Ott igen? Igen, hajtod-e már ott éjszakára egyedül a szert? Őszintén megmondom, nem hagyom ott sehol magára, mert ellopják. Ez ilyen egyszerű prózai oka van. Az, hogy éjszaka nem bírja ki egész éjszaka egyébként. Tehát az elemek úgy vannak bekötve, hogy 4,8 volt jön, 5000 mAh-ban, ő nagyjából 1 ampert fogyaszt is, úgyhogy nagyjából az 5 óra kijön fényképezéssel együtt. És a 32 GB-s SD kártya, hogyha nagyobb a képek, nagy méretűek a fájlok,
akkor meg is telik egyébként. Előtte fotóztál? Nem, nem, én totálisan amatőr vagyok. De ez a ködös tudsz, tök jól. Itt egyébként, mi az, hogy hívják, ez láthatóság nevében álltam így az autó és a villamos között. Úgyhogy ez igazán, hát igazán izgalmas volt. Van valami, amit ezzel meg lehet csinálni, és már fényképező szerkezettel nem lehet meg, hogy elindítanám a felvételt? Hogy indítsam be a fotózást? Az abban nem lesz nyilvőzik, mert én a mobilomon fogok fényképezni. Mert a mobilommal kapcsolódok rá SSH-n, és a sehezképtel küld ki previewképet a browserembe. Úgyhogy én ennyit csinálok, hogy így gyújt. De a képek keresztül meg tudjuk csinálni. Hogy? A gépen keresztül. Sörözés közben. Azért, hogy elfelejtettem, mi a wifi elszúrt. Sörözés közben, két hónapja nem jutott eszembe. Van egy wifi elszúrt elállít, amit nem tudok fejből. Csak a mobilomon. Mobilom be van rakva, meg van jegyezve, de nem tudom fejből a jelszót. Úgyhogy már meg kell nézem konfigból. Hogyha kiszedtem az SD kártyát. Igen, ez ilyen egyszerűen valami. Esetleg még valaki? Senki. Köszönjük szépen. Én köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sziasztok! Ábel Dániel vagyok.